Hamarosan kezdetét veszi az őszi parlamenti ülésszak. Mit lehet tudni a részletekről, milyen főbb napirendi pontok kerülhetnek a képviselők elé? Kérdezzük F. Kovács Sándor országgyűlési képviselőtől. A sajtóban már megjelent nagyon sok törvénytervezet, ami az őszi ülésszakon elénk kerül. Ezek főleg ahhoz kötődnek, hogy meg tudjunk az Európai Unióval egyezni, tehát megkapjuk azokat a helyreállítási alappénzeket, amit az összes Európai Unió országa megkapta, kivéve Magyarország és Lengyelország. És hát már kiderült, hogy valószínű, hogy ezek politikai jellegű kifogások, amit a két országgal szemben hoztak, de Magyarország és a magyar kormány megmutatja azt, hogy jó indulatúan áll a követelésekhez, tehát 10 olyan törvénymódosítás lesz, amit az Európai Unió, az Európai Parlament és az Európai Tanács kért. Tehát ezek a törvénymódosítások már meg vannak fogalmazva, ezek az őszi ülésszak elé kerülnek. És hát természetesen fontos törvények kerülnek még az őszi ülésszakba, hiszen rendkívüli időket élünk. A koronavírus járvány után azt gondoltuk már, hogy nagyobb baj nem érheti Európát, az országot, de azt kell látni, hogy az orosz-ukrán háború miatt olyan problémák halmozódtak fel, és igazából nem csak a háború miatt, hanem a szankciók miatt is, hiszen az Európai Unió több ország követelésére szankcionálja Oroszországot, és nagyon megugrottak a gáz, a kőolaj és az energiaárak. Van olyan ország, ahol 10-szeresére megugrottak a gázárak, és ezt kezelni kell Magyarországnak is. A legnagyobb dolog az, hogy átvészeljük ezt az időszakot, átvészeljük ezt a telet, mert szinte tarthatatlan, amilyen magasra kerültek az energiaárak. Tehát ezeket a törvényeket is meg kell hozni, ezeket a szabályokat is meg kell tartani, hiszen a rezsivédelmet mindenképpen fenn kell tartani az ország teherbíró képességének figyelembevételével, és a lakosság teherbíró képességének a figyelembevételével is. A kormány intézkedéseinek tükrében az elkövetkezendő időszakban a beruházások, fejlesztések hogyan fognak haladni, mi várható, mi mondható el? A legfontosabb beruházások folytatódni fognak. Tehát itt a térségben, akár Karcagon, a sportpálya, a Sámándobnak a beruházása folytatódni fog, az egész liget meg fog újulni Karcagon, folytatódni fog a 4-es továbbépítése is, hiszen ez a legfontosabb az egész térségnek, hogy a 4-es továbbépítése, 4-sávosítása ne fejeződjön be, vagy ne akadályozza meg semmi. Tehát a Törökszentmiklós, Berettyóújfalu közötti szakasz meg fog épülni az elkövetkezendő időszakban. Folytatódni fog Kisújszállás Karcag irányába, és Püspökladány irányából is épülni fog Karcagra. Tehát ez a beruházás is folytatódni fog. A kormány úgy döntött, hogy mivel kiszámíthatatlan gazdasági helyzetben van az egész világ, főleg az Európai Unió, tehát óvatosabb gazdálkodásra kell rátérni. Tehát azokat a beruházásokat, amiket még lehet halasztani, azokat halasztja a kormány, amelyik beruházás már elkezdődött, azt mindenképpen folytatni fogja, hiszen torzóba maradt beruházás, építkezés nem maradhat. Nagyon sokat fog a kormányzat figyelni az energiatakarékosságra, hiszen ilyen magas gáz, kőolaj és elektromos árak nem gazdálkodhatók ki. Tehát az alternatív megoldásokra, a tüzelési megoldásokra, az energiatakarékosságokra nagyon sok energiát és pénzt fog fordítani a kormányzat, de ilyenkor tartalékolni kell, hiszen nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő év, és ugye nincsenek az országnak tartalékai, akkor úgy járhatunk, mint emlékezünk rá a Gyurcsány kormány idején 2008-ban, hogy az IMF-hez kellett fordulni, és kölcsönt hitelt kellett felvenni, mert máshonnan már nem kapott az ország, tehát ez elkerülendő mindenképpen.